2008-ban indítottuk el a Viszonos Öröp Szíven Mámorban Fürdi. Ennek a célja az volt, hogy megismerhessük a múltunkat. Hiszen ha Csipke Rózsi Kálmát tanította több mint 100 évig a kisüzemi sörfőzés Magyarországon, akkor valahova vissza kellett nyúlni, mert nem voltak hagyományai. Ebből a célból indult el ez a kutatás. Nem akárkik voltak a segítői történészek, levéltárigazgatók, akik előadtak ezeken a konferenciákon. Gyakorlatilag rájöttünk, hogy nem mi találtuk fel a spanyol viaszt, ki volt az már találva mi előttünk. Viszont nagy segítség volt, mert rájöttünk arra is, hogy hát egy igen nagy kanyart levághattunk volna, hogyha hamarabb mondunk vissza a múltunkhoz. Nos, eljutottunk odáig, hogy a jelenünkkel most már sokkal többet tudunk foglalkozni, ezeket publikáljuk. Ezek kiadvány formában, tehát a konferencia anyaga megtalálható, a köteles példány le lett adva ugye a levéltáraknak, már csak abból a célból is, ha mi kutathattunk visszafele 100 évek vagy még többet, akkor a jelent most kötelességünk dokumentálni, hogy 50-100 év múlva mi is kutathatunk. Én annyit szeretnék még kiegészíteni, hogy én egyedüli női sörfőzőmester, rengeteget teszek azért például, hogy a nők körében sokkal jobban megismertessem a sörkultúrát, a sörfogyasztást. Egyre több nő érdeklődik a sörfőzés, illetve a sörfőzés. Úgyhogy ez az edukáció a nők körében, ez most már egy-két éve úgy elindult. És most tervezünk is kifejezetten olyan pont következő vonalban lesz olyan sörvacsora, ami kifejezetten hölgyeknek fog szólni, és a hölgyeket szólítjuk meg. Nem tudom, majd megszabadzák a bocsánat. Most van egy kiegészítés, hogyha a kérdés esetleg arra irányult, hogy mondjuk a kérdés arra irányult, hogy mondjuk a Magyarországon jelentősen több szó esik a borról egyébként, mert tévesen boros nemzők meg a magunkat, ezt én is keresek kutatjuk egy kicsit. Most a múlt század elejétől ez képest nem változott a sűrű borfogyasztás aránya jelentősége. Mi nem véletlenül használjuk azt a kifejezést, talán 2018-ban nagyon sokan hallottak volna, mert legalább 10 éves kifejezés, hogy sörforradalom zajlik Magyarországon. Ugye a történelmi tanulmányaink során tudjuk, hogy forradalom azokban a helyzetekben szokott kitörni, amikor az adott népesség elégedetlen a fölötte regnáló hatalommal. Jelesül azért tört ki sörforradalom azokban az országokban, így Magyarországon is, ahol kitört, mert a söriparnak a helyzete olyan fogyasztói lehetőségeket teremtett, amelyben a sörnek csak nagyon kis szeletét, és hát minden bántás nélkül, de mondjuk úgy, hogy nem a legminőségibb szeletét sikerült megmutatni. Az, ami a Magyarországon a borban történt, mondjuk a 90-es évek közepétől napjainkig, töretlenül fölfelé ívelő dolog, tehát gyakorlatilag ma már az a vicc nem áll meg, hogy a magyar bor csak Magyarországon világhírű, hiszen nemzetközi eredményeink mutatják. Ugyanúgy, hogy a 2000-es évek elejétől a pálinka is megtalálta az őt megillető helyet. Nagyjából mi most ennek a történelmi útnak az elején tartunk, némi lemaradással a másik két italhoz képest. És igazából ugye mindannyiunknak az a célja, hogy a sörfogyasztás népszerűsítésén keresztül, mégiscsak ez egy élelmiszeripari ágazat, mégiscsak ugye több sör fogyjon Magyarországon, a több sörből pedig jelentősen több minőségi sör fogyjon. Sajnos ma Magyarországon a fogyasztásnak az összetétele az, hát enyhén szóval sem túl európai, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Magyarországon a söröknek a igen jelentékeny hányában 80% fölötti, ez a úgynevezett ekonomi kategória, tehát amikor bemegyünk a boltba és ez a 100 forint körüli sörökről beszélünk, ami nyilvánvalóan a borban a kannás és a egyébként stb. Nem ragoznám tovább. Tehát nekünk a mi szerepünk az az, amit Gyuri bácsi is itt az előbb említett, hogy visszataláljunk a saját gyökereinkhez, és ezek a gyökerek ezek Magyarországon is,
Németországon, Csehországon, tehát itt a környékünkön több száz vagy akár ezer éves történetek, tehát nem kell feltalálni a spanyolgat, azt egész egyszerűen nem árban kell versenyezni a nagyokkal, hanem minőségi termékeket kell előállítani. Ez egy nemzetközi trend is, szerencsére. Ennek része a magyar kisüzemi sörfőzés is. És hát kezdünk nyilvánvalóan itt az előbb említett különböző versenyek kapcsán felkerülni a nemzetközi térképre is. Amiből pedig az következik, hogy egyre több sör fogy Magyarországon. Ugye ezt nagyjából tudjuk, hogy 65 liter per fő a plusz-minusz a sörfogyasztás. Volt ez 90 is egyébként a rendszerben. Sőt, az így volt, amit 100 fölött is volt valaha. De az, hogy a kisüzemi sörfőzők részesedése az elmúlt években megduplázódott, illetve azt megelőző évben is megduplázódott, és reményeink szerint ez exponenciálisan fog növekedni, az a minőségi sörfogyasztás, tehát a minőségi járműszereket és ráadásul magyar tulajdon üzemeket, magyar jellemző családi tulajdon üzemeket feltételez, és hát így bekerült a sör a gasztronómiába is, előttem szóval kérdették, mert hogy korábban nem ott volt a hely, sajnos. Úgyhogy nagyon-nagyon az elején tartunk ennek a kérdésre visszatérve, nagyon az elején tartunk ennek a folyamatnak, de hála jó Istennek egyrészt látjuk az alagút végét, másrészt pedig nagyon sok siker van ebben a dolgokat.